90.9 Jazzy bemutatja egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos. Csak az adó? Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonsága. Hadd nagy merre vannak? A mindenre szánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Hé, hey, kik ezek az állati nyomozók? Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály a Gazdasági mapet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jessin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk. Jó reggelt kívánunk, ez itt a Millás reggeli. És uh, már el is kezdjük a műsort, 6 óra 30 perckor egész pontosan. Megkérem kollégámat, barátomat és uh, velem szemben 10 éve terpeszkedő embert, Miálovics Andrást, hogy a mikrofonját készítse el. Hiába van rajta ilyen póló, hiába van. Csak Csák Noris tud mikrofont adni neked ma. Köszönöm, Endre, hogy meghívtál a műsorodban. Kicsit meg is vagyok hatódva, hogy... Én nagyon szeretlek, amikor a esett műsoromban a vagy, András. Válaszod, mi, mi, mi Szeretem, eset? amikor a műsoromban szerepelsz. Ügyes. Nagyon kedves. Okos, köszönöm. Megpróbálom. megpróbálom. Van. Megszolgálni. Vitonos, Marmonkan Hozzávaló. És jóság. Éppen ezért Még barátom, nem teszem ki. Barátom vagy. Még nem teszem ki, ami egy kép többet mond ezer szónál évvel, de mert most elindult a közvetítés, meg most te kiraktad a végítélet felhőket Budapest felett? Igen, a Facebook oldalunkról beszélünk. Igen. A Millás reggeli Facebook oldalán található képrek aláírást keresünk. Megkérdeztem a kedves hallgatókat, hogy mi jut eszetekbe erről a fényképről, fotóról. Nekem soros. Értem, de nem az, hogy elfogyott a benzin, ugye? Nem. Mert azt nem szabad. Uh, by the way, uh, Kántor Endre ül nem velem szemben. Nem is raktam szemben. ki. Várj egy picit. Én le. mondtam, hogy nem raktad Akkor ki. Akkor összekevertem valamit. Hallgatóink, kondimikrofonjaink segítségével bepillantást nyerhetnek a millásleggeli, bensőséges, néha kaotikus, manufakturális módszereinek kulissza titkaiba és csimpora szóiba. Már is kiraktam. Így történik mi nálunk mindez. Mert hogy a 90.9 Jazzy Rádion ilyen időtájt a Millás reggeli műsora hallható, mint Megadunk ma is. a kedves hallgatóknak elérhetőségeket is? Nem, mert nem szeretem, hogy írogatnak, ugyanis mindig a legmagvasabb gondolatmeneteimet szakítják meg azzal, hogy mindenféle oda vagy oda nem illő észrevétellel próbálnak beférkőzni a műsor a Weiber, közé. Viberen megkérdeztük tőlük, hogy tízes skálán, ahol a tízes a legsúlyosabb szint, hogyan ítéled meg Magyarország helyzetét most gazdasági, társadalmi, geopolitikai szempontból? Kérlek szépen, talán nem meglepő, hogy a válaszoknak a nagy része százalékos arányban, mármint a százalékok nagy része, az a válaszoknak a 7-es, 8-as, 9-es és 10-es pontjánál van. A legtöbben a 8-asra 29 szavaztak, 24 a 9-esre, 18 a 7-esre, tehát a zöme a válaszoknak inkább súlyosnak ítéli meg Magyarország helyzetét gazdasági, társadalmi, geopolitikai szempontból. Talán nem véletlenül. Véletlen? Alig ha. <laughs> Na, azt szeretném mondani, hogy a 0 30 20 10 9 re érkezett üzeneteket most utoljára beolvasom. Mi ez az őrület a benzinkutakon? Tegnap este fél tízkor a úton, a Budafoki úton nem volt sima dízel, illetve prémium 95. Ismerőseim azt mondják, hogy győrben nincs dízel. Beszélünk majd erről. Egy biztos, hogy a meglehetősen korai óra ellenére, ahogy én gurultam befelé, a kettő darab kúton, amely mellett eljöttem, mindenhol álltak. Az egyiken azért álltak, mert egy darab automata töltőállomás üzemelt, úgyhogy ott, de ott is állt valaki. Viszont ott, ahol teljes fényárban úszott a, a, benzinkút, ott meg minden kútószlopnál töltöttek valamit 5 óra magasságába, úgyhogy minden esetre ugye azt mondják, hogy ellátási nehézségek lehetnek a hosszú hétvégén, meg ilyen hírek jöttek, Hernádi Zsolt az ATV műsorában viszont nyugtatgatta az embereket, hogy nem fordulhat elő Magyarországon, hogy nem lesz benzin, legfeljebb néhány logisztikai probléma adódhat. Igen, hát bizonyos ami miatt... utakon nem lesz benzin. Az a helyzet, Nagyon hogy... leegyszerűsítette de ezt. ezt... Óvatosan fogalmazzunk, Elmondta, mert ne keltsünk indokolatlanul. Ezek után, a tegnapi nap után már nem lehet pánikot kelteni ebben az ügyben. Ez egyébként kommunikációs probléma volt a szerény meglátásom szerint a ma részéről, mert először kijöttek egy olyan közleménnyel, amiben közölték, hogy, és az volt a fő mondat benne, hogy, lo, hogy ellátás problémák vannak és előfordulhat, hogy egyes kutakon nem lesz benzin. Na most ezt nyilvánvalóan végig söpört a sajtón, utána jött a nyugtatgató interjú, amiről te beszélsz. És azt az utólagos kommunikáció, tehát ezt nem így kellett volna azt kezdeni. Azt szeretném mondani ezzel kezdeni. kapcsolatban, hogy Magyarországon különben sem jó üzenete van annak, hogy nyugodjon meg mindenki, hát nem lesz valami, mert hát akkor mindenki azt gondolja, kádárista reflexből, hogy ezek már megint hazudnak. És ha azt mondják, hogy nem lesz valami, akkor lesz valami. Ha azt mondják, hogy lesz valami, akkor nem lesz valami. Igen. Tehát lehet, hogy itt most nem tudom. Dróka fogta csuka ez a helyzet, én azt gondolom. Olyan hangok is elhangoztak, vagy olyan gondolatok is elhangoztak, hogy ezzel a mol csillapítani próbálja tetemes veszteségét. annak ellenére, hogy emelés történik ugye a nagykereskedelmi árban, de főleg ugye a határmenti benzinkutaknál, a nagy tranzitfolyosóknál, ahol már üzemanyag ö, kvótát is bevezettek, azt a 100 literes limitet is bevezettek, hogy hát esetleg azt lehet csinálni oda mondjuk véletlenül nem számít logisztikai te... probléma miatt. És mit, akkor... mit tapasztaltál? Endre. Én ma reggel az M7-esen befele jövet azt tapasztaltam, hogy nem volt sehol sor, Jó. egyik benzinkút Akkor hirdessünk sem. meg benzinkút spottingot ma üzenőfalunkon. Úristen. Ez azt jelenti, hogy minden kedves hallgató, aki nem normális forgalmat, abnormális forgalmat tapasztal egy benzinkút mellett, ami mellett elhalad, azt írja meg nekünk. 0 30 20 10 9 0 az üzenetek SMS-ben, Viberen vagy éppen WhatsAppon is. Na, akkor köszöntsük a kedves Ildikókat, boldog névnapot minden Ildikó nevű hallgatónknak. Van még rengeteg név a naptárban. A kis kandidókat. A ki... kandidák, kandidok, így van. Igen. A, <laughs> a melisszák. Melisszák, kiváló. A nesték, teofilok. És a valériánok. Valériánok. Oh. Ével, nem valérián, ja, ja, Valéri és valérián, valóban. Így van. Nézzük, mi történt a születésnaposok kedvére, akiket természetesen külön kiemelve is köszöntünk a hallgatóink között. Uh, március 10-én. 1917-ben ezen a napon tört ki a Februári forradalom, de az orosz időszámítás szerint február 27-én, tehát van némi elcsúszás, mert ez a Gergely naptár szerint akkor nem is február, hanem márciusi forradalom 10-én. 1917-ben, de még egyszer Oroszországban. Akkor, mikor kitört február 27-e volt. Remélem mindenki ért mindent, mert én nem. Na mindegy. 1990-ben repenjünk át, de maradjunk uh, február uh -huh. helyett márciusban. Március 10-én. Horn Gyula külügyminiszter Moszkvában megállapodást köt a Magyarországon állomásozó szovjet csapatok kivonásáról. Óriási Á, ováció. Igen. Volt Aztán utána. 2012, de még mindig március 10-e, Krasznahorka büszkevára kigyulladt, leégett, elsüllyedt összedőlt. Azóta szerintem rendbe rakták, nem tudom az információt, valaki volt-e Krasznahorka büszkevárában azóta, mióta leégett. Nagyon szomorú felvételek voltak azok. Azt mondja, hogy a tűzvész szombat délután a szlovákiai parlamenti választás napján Két 11 és 12 éves, a vállalati illegális telepen élő gyerek cigarettázás közben felgyújtotta a domboldat. Az erős szélben a tetőszerkezet rámakra kapott, beomlott, de a mennyezetek megóvták a termeket. A falak nagyrészt éppen maradtak, a mentésben még a hadsereget is be kellett vonni. A hat órán keresztül tartó tűzben kiégett a legrégebbi gótikus palutarész és bennéget Andrási Gyula fegyvergyűjteménye, megsérült a reneszánsz palota egy része, megrongálódott a harangtorony, benne a három harang. A nagy szélben ismét kigyulladt a vár másnap, de hamar eloltották. Beszakadt a nagy tanácsterem mennyezete, miután egy falat a szél rádöntött, itt több száz éves bútorok sérültek meg. Egyébként a kulturális miniszter azt mondta, hogy a gyűjtemény 90%-a megmaradt, a várnak volt biztosítása 11,6 millió euró, a felújítás költségeit azonban 15 millióra becsülik, és van Na, egy de kép, ahol vannak rajongóid, ilyen nincsenek. költői vénával megáldott rajongó Gábor például azt írta, az jut erről a képről, amit kitettünk, hogy ég a napfelkeltétől a Jazzy Rádió sávja, Mihálovics gazda műsort vezet rajta. Na, mit szólsz? Páros és tikk, rimmel. És a tikkat És én nem merem ezt szavalni, mert mindig a rossz verziót mondom, ami, ami kazettán terjedt, és félek attól, hogy valami csúnyát mondok a műsorban. Na, no, a születésnaposok, Friedrich von Schlegel, német filozófus, jó a németem? Abszolút, okay. kiváló. 17... Hogyan felejtsük helyesen, Mihálovics gazda. 1772-ben született a jeles német filozófus. 1946-ban született Vencel Vera, a Jászai Mari díjas magyar színésznő. Ha csak egy szerepét kellene felidézni, a sok közül akkor az Egri Csillagból ő volt vicuska. Sajnos 2021-ben elment ő a mennyei teátrumba játszani. 1954-es születésű Mocsai Lajos, magyar kézilabdázó, kézilabdaedző és majdnem nepli születésnapját, 1958. március 10-én született, ugyanis Sharon Stone amerikai színművésznél. Nem értem a definícióit, ugyanis ezt írják a 90-es évek szexszimbólum. Hát az igaz. Most már nem szexszimbólum Sharon Stone? Csak a 90-es években volt? Igen, értem. Szexszimbólum most is szerintem, de a 90-es években volt... Az ő csillaga nagyon magasan, mint olyan. Tehát mert, ő volt az akkor kinevezett. Mert az aktuális. Mert kihallgatáson, úgy, mint ő, még nő nem vett részt. Ebben Igen, biztosak lehetünk, Igen. aki látta az elemi ösztön. Azt című mondta filmet. volna le Leslie Nielsen, mint ahogy a híres filmből, hogy de szép kis szőrös. Igen. Ugye? És akkor válaszolt volna neki, Sharon Stone, Igen. hogy mozgalom indult. Na, nem mondom tovább. Mozgalom indult, hogy lehetett -e látni, vagy nem lehetett látni. Kikockázták, Igen. ránagyítottak, Igen. pixelezték, mindent csináltak. De én nem tudom, mire jutott a kísérlet végül is. Hogy... Hát kérdezzék meg a résztvevő színművészeket, a színművész urakat, akik ott izzadtak. Igen. Uh, 1957-ben született március 10-én Osama Láden terrorista is. Mit, más, terroristákat szépen, is beengedtem. Ide. Igen, 2011-ben egy amerikai kommandó állítólag likvidálta őt, hanvait pedig a tengerbe szórták. És akkor, amiért ezt az egész megemlékezést összehoztuk, 1940-ben március 10-én született Chuck Norris amerikai harcművész. Én készültem, tankérem. Itt van, a kamerások láthatják a következő kis könyv Chuck Norris legendája címmel egy kiapadhatatlan, Chuck Norris. Egy kiapadhatatlan Chuck Norris vicc gyűjteménnyel készültem. Szabad-e ebből locsolni? Légy szíves, dadaista módon Igen. pattints fel valahol. Felpattintottam. Tehát Isten éltesse a mestert. Chuck Norrisnak van három pitbullja és két manja, A házánál egy táblán mégiscsak ezt látod. Vigyázat, Chuck Norris! Akkor még egy. Jó. Chuck Norris tudja, hány csillag van az égen. És végül, egy hármas. Chuck Norris erejét nem lehet newtonban mérni, mert nem kompatibilis. Ez egy kicsit ilyen értelmiségi poén. És akkor hadd negyedikként, mert három a magyar igazság, egy ráadás. Az én kedvenc Chuck Norris viccemet, ami mindannyiszor derültséget okoz. Chuck Norris megnyerte a Párizs-Dakar ralit kajakon. Igen, köszönjük szépen. És tudja az összes fekvőtámaszt. Igen. Ezt is mindannyian ismerjük. Jó, rendben van. Hát köszönöm és szépen. elkapta a koronavírust, de már elengedte. elengedte. Igen. 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 Segélyakciót indít az Artisius az ukrán művészekért, Songs for Ukraine néven, és arra kéri a rádiókat és a résztvevő partnereket, hogy játszanak ukrán szerzőktől dalokat. kezdeményezés célja egyrészt a szolidaritás kifejezése, de emellett az anyagi segítségnyújtás a lejátszások után jogdíj keletkezik, ami a helyi jogkezelő szervezeten keresztül eljut az ukrán dalok szerzőihez. Csatlakozunk mi is. Rendkívül jó merítést sikerült tegnap este összehoznom a ukrán művészektől. Az egyik kedvencem ez az, az indi zenekar, az Odin V. Kanoe. Odin Kenuban <laughs> az a nevük, úgyhogy első, elsősorban ezzel tisztelgünk. Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Tisztelegjünk! Ibov <laughs> zelin